Sziasztok! Ez a hét még nem ment le, mert most kivételesen elég sokáig húzódik, de már néhány meccs lement, úgyhogy ezekről lehet is beszélni, nem fogok most sokat, néhány mérkőzés azért terítékre kerül. Tudom, hogy leginkább arról akartok röhögni, hogy a Chiefs veszített pedig, de most, azt most tegyük el, majd lesz olyan is, és más témákban jövök, amik azért valamelyest fontosabbak így liga szinten, ezért kezdjük kicsit lazábban. Na hát veszítettünk, ahogy azt mondjuk vártam is jönni. Úgyhogy megkapta Totem állat Colts sapkát, sajnos rászolgáltunk, hogy így illesenek bennünket. 4-1 Cleveland Browns, 26 év után először állnak ilyen mérleggel, de hát teljesen jogos, mert amit most is mutattunk, az elég kevéske volt. Legjobb védelmünkről kiderült, hogy nem is a legjobb. Cleveland úgy kezdte a mérkőzést, meg aztán úgy is folytatta, hogy dobálták a labdát. Így szóba került már, hogy ugye ez egy futásban az egy elég masszív egység, meg ugye vannak is más sikereik ebben. Most ugye Chubb nem játszott, és ennek ellenére azért vártuk volna, hogy azért a földön veszélyesek lesznek. Stefanski úgy döntött, hogy ő ma a labda dobálásával szeretne mérkőzést nyerni, és nem próbálja ki, hogy el tudják-e ott nyomni DeForest Bucknert vagy nem, akiért odaadtuk az 1/12-t. Wyatt Teller megsérült a meccs közben, mert még inkább afelé tendált, hogy akkor ne próbálj meg ott izmozni, hanem akkor azt mondják, hogy Baker kezében a labda, aztán jó helyre kell azt továbbítani. És ez működött, tehát ugye a futójáték nem volt domináns, de amikor meg kellett nekik, ugye a végén, akkor meg majd előjött. Na de nem így kezdődött, hanem úgy, hogy dobálgatták, és hát ebből egy 3-0-ás előnyt kifacsartak, de aztán jöttünk mi. Csodálatos TD-t vitt Jonathan Taylor, emberem. T.Y. jött befele motionnel, 1-2-re vörös zóna, mindenki elhitte, hogy ő kapja majd. Taylor kapta, beszaladt tök üresen. Play design. Mi már csak ilyenekkel megyünk. Sajnos azért az látszódott, hogy amennyiben a design az nem adja meg a lehetőséget, arra, hogy előre haladás legyen, nem csak futásban, hanem passzjátékban is, akkor nálunk lehúzzák a rolót, mert struktúrán kívül reverse rossz döntéseket hoz. Még azon belül nincs vele probléma, mert látja, érti a futballt, 100 éve csinálja. De amikor valami nem úgy alakul, ahogy azt szeretné, akkor felejtsük el. Na ez még így jó volt, mert 4-2-re bevitte Jonathan Taylor, vezettünk 7-3-ra. Szegény Taylort annyira alul használják, mondtam már ezt. Nem hiszed el, de igen. Tehát megint Wilkinsnek minek adunk labdacipelést? Tudom, hogy Hines-t imádják, mert hogy meg tudja fogni. Taylor fusson. Landry elkapott pár nagy labdát, Cleveland is halad, impozáns drive, 3-1, és egy olyan play, beívják, hogy Baker fussa meg, és más csapatoknál látod, más meccseken, hogy ez amikor direktbe az irányító futást kihívják oda, hogy menj ki a jobb oldalra, ha esetleg van valaki, hogy megdobod, de nem, megfutod, mindig sikerül. Mindig. És akkor most is ott van, látod, kinyílik a pálya, Baker elindul, Julian Blackmon kifejeli a térét a picsába. Mekkora találat? Legjobb védelemben van egy ilyen védőnek a helye. Én ott már elkönyveltem, hogy na ez a drive is folytatódik, aztán Blackmon óriási szerelés. Üres területen, még hogyha az irányítót is le tudod vinni, már helyed van a csapatunkba. Na majd negyedikre, és igen, Kareem Hunt touchdown elkapás. Én még itt ünnepeltem, hogy a Blackmon is milyen jó. Addigra már mutatják, hogy 6 pont. Na most, ugye a Coltsnál azt tudnotok kell, hogy azért mi kikkel támadunk. Tehát azért vannak ilyen csapatok, akik szóba kerülnek már, hogy nem tudnád felsorolni az elkapó rotációját. Hát nálunk is Ashton Doolin lépett fel Marcus Johnson mellé. És hát ez azért is volt, mert Mo Alie-Cox abszolút megjátszhatatlan volt egész mérkőzésen. Nem hozta a tőle elvárt magas szintet. De még Jack Doyle is csak elejtett labdáknál volt a képernyőn. Tehát a tight end játékunk az nem volt, Trey Burton, amennyire ő annak számít, vége felé előjött. De hát így nem lehet. Tehát most ezekkel a fiúkkal olyan irányító kellene melléjük, aki megdobja nekik. Akár mozgásból is, nem csak mint a szobor. De mindegy, Dulinnak volt egy elkapása, mondjuk azzal nyertünk 3 pontot, mert utána berúgta Rodrigo 10-10. De hát amikor már
az a baj, már Eli Cox-tól is kell a megbízható teljesítmény, aki meg hát nem az a szint. Aztán néha játszott egy-két jó meccset, már én is tőle várom azt, hogy életbe tartsa a drive-ot. Tehát halott ez az egész. Ha nem futtatjuk a labdát, hanem passzolni akarunk, akkor végünk van még is. Cleveland ellen játszottunk, Greedy Williams, Carl Joseph, mit tudom én kik nélkül, még megsérült a Harrison is megsérült a végén, tehát teljesen mindegy backup defensive back bejött, ugyanakkor a kihívást jelentett, pedig hát ezeket tudjátok, hogy kipasszolta szét, igen, mindenki. Higgins csinálta a következő touchdown-t, Cleveland 17-10, és látszott a play hívásokon is, meg úgy, hogy minden így a játék meneten, meg egy testbeszéd, hogy itt Mayfieldbe bíznak, hogy majd ő ezt lehozza ezt a mérkőzést, még hogyha nincs is mellette olyan futójátékos, meg nincs már Chubb, ki nem ért, kit érdekel. Itt vannak a fiúk, ő majd. És az a baj, hogy most így a szurkolókról beszélek. De mi Colts szurkolók, mi ezt nem hiszük el Riversről. Tehát, hogy amikor már látjuk, hogy itt a végén pontokat kell majd szerezni, mert nem elég, hogyha csak mezőingó, még nem biztos, hogy a defense megnyeri, akkor már meccs közben is nehezen hiszem azt, hogy a végén szaladni kell majd az eredmény után, az azt jelenti, hogy Philip bele fog hibázni. Az a kérdés, hogy mekkorát. És hát ez a baj. Hova visz bennünket ez az ember? Mert a playoffban nem visz be, akkor meg már 1/15-ig elvisz majd bennünket, ha ide jó. És így ezzel a meccsen most nyilván Mayfield is elszáll majd az olyan egy ponton, de azt látod a Cleveland Brownson, hogy ha éppen úgy van, akár top csapat ellen játszanak, akit nem Baltimore-nak hívnak, lehetséges, hogy meglepetést okoznak, akár rájátszás csapat ellen is. Tavaly is megvették mondjuk a Baltimore-t egyszer. Szóval most ez így kezd összeállni. Látszódik az, hogy Stefanski mit akar, aránylag meg is tudják csinálni, csak Mayfield néha hülye. Na most nálunk is lehet tudni, hogy mit akarunk csinálni, csak egyrészt rossz dolgot akarunk, meg Rivers nem ügyes, sajnos most már nagyon leépült. Na meg aztán nem csak Mayfield van ott, hanem ott van Beckham, aki nagyon jól tud passzolni. Istenem, láttátok, hogy Hoopernek dobta azt a labdát? Ilyen karja lenne Riversnek? Hadd győzelemmel állnánk 5 meccs után. Ez szomorkás, amikor az ellenfél wide receiverét irigykedem, hogy milyen jó tud dobni. 20-10. Most már azért kellene jönni vissza. És akkor oda dobja Ronnie Harrisonnak Rivers. Mutogatnak, még beszélnek T-Y-jal, hogy most te miért oda mész, miért nem idősz ide. Olyan gyenge, rossz dobás. Nem magyarázott ki. Sajnos, Philip, megöregetti. Karod nem bírja már, már csak fejbe vagy ott. Az 27-10 már készen állsz rá, hogy X-et megnyomd, amikor kiderül, hogy Rivers-el nem megy, akkor majd megy Rodgers-el. Mert nálunk játszik Rodgers. Isaiah Rodgers. Megfogja. Saját célterületen. Ő átviszi. Átvitte. Gyönyörűséges, kígyózó mozgással. Micsoda draft. Múlt héten megdicsértem a draftot, mert special teamer Jordan Glasgow-t elvittük, legjobb special team a ligába. Pok. Most Rodgers beviszi a touchdown-t visszaadásból. Második kick-off TD. Kick-off TD. Return a ligában idén, második, Isaiah Rodgers. Special teambe kell draftolni a végén, öreg. Ehhez értenek, kiváló visszaordás. Mondjuk milyen megszokhattuk, hogy kiváló visszaordóink vannak TJ Rushing, ugye? Aki emlékszik, az most sír. Na hát bevitte Rodgers, most akkor mégse kapcsoljuk még ki azt a fület a böngészőbe, 27-17. Tehát azért a Cleveland azért lerendezhetné, mert látszik, hogy ott azért több a tehetség. Mayfieldtől kell valami leolvadás szerint. És jön! Mert Mayfield nem tudja lehozni a mérkőzést magas szinten, sőt, megbízható közepes szinten sem. Vagy hát így kilengések az közepesnek számítanak? Mindegy. Bobby Okereke Gibbsbe vállalja a mérkőzést. Tehát karján, vagy hát nem is a karján, hanem kézfején gipsz van. Na most linebacker vagy, akkor azért előfordul, meg kell fogni a labdát. Ez most egy olyan szituáció. És hallod, gipszbe leszedi. Egyik kezén vannak ujjai, a másikon gipsz van. Fogja, leszedi. Ennyike. Legjobb védelemben játszó linebackert, leszeded az interception gipszbe. Bobby Okereke. Ki is használjuk ezt a kiváló labdaszerzést. Mire megyünk vele? 3 pont. Nagyszerű. 3.
20-27. De még így is, még egyszer elvennénk Mayfieldtől, akkor már csak... Ez vagyunk mi. Defense kell, hogy pontokat csináljon, meg labdát szerzem, meg special team, és akkor nyerhetünk. Mi vagyunk a 2006-os Chicago Bears. És hallott, kivédekezzük. A következőt is kivédekezzük. Mert milyen a legjobb védelem a ligába, akkor még. Elpantolják. Nahim. Tavaly volt neki két visszaadottás dánya, csak mondom. És ötösön Ferkecs. Igen, nehogy bepattonjon a négyesre, vagy nem tudom. Hagyta volna a picsába, bepattok, célterületre, touchback. Heinz integet, hogy jó lesz itt. Mi nem mindegy? Hát azért nem mindegy, mert utána jön Miles Garrett. Ugye Castonzo nem öltözött be a mérkőzésre, és helyette Le Raven Clark baloldali tekülünk. Jobban jártunk volna, Nelson megy oda. Értem, hogy guard, de hát most mennyi esély van rá, hogy rosszabbul játszol, mint Quentin Nelson, mint Le Raven Clark? Semennyi. Akkor inkább beraksz valakit guardba, gyere fiam, Pintér Dani, és akkor Nelson szerintem még tekülbe többet tudna hozzátenni, mint egy backup OT, nem? Más poszt így meg úgy, jó, az egy tehetséges ember, nem, ez meg nem az. És akkor egész meccsen szenvednek Miles Garrett-te, akárhova áll, azt veszi észre, hogy könnyű. És akkor Le Raven Clark-et szerintetek, igen. Bajba van. Megzavarja Rivers-t, már ütné, meg elhajítja a vakvilágba, aztán reklamál, hogy nem volt intentional grounding. De az volt. És mivel célterületen safety, 2 pont. 29-20, na jó, hogy kivédekeztük. Hova mondom, 9 pont a különbség, még visszapántoljuk nekik, akkor ezek eldöntik. Nem. Jön a legjobb védelem a ligába akkor még. Kivédekezzük, mert például a safety punt után kurva jó mezőny pozícióból jönnek. Egy first down, aztán rúghatnak. Ezek nem. Mondjuk Landry eldroppol mindent már ezen a ponton. Még Beckham is megmutatta, hogy... Kivédekezzük. Visszakapjuk a labdát. Istenem, ez a védelem, ez megérdemelni a győzelmet. Rivers kinek dobja? Ronnie Harrisonnak nem bírja, mert megsérül. Akinek már van egy pick six. Helyette bejön Sheldrick Redwine. Neki dobja Rivers. Fasza. Megkergetik Rivers-t. Értsd, van ott valaki. És akkor mozgásból próbál így beleállni a csúzliba. Gyökkettébe megy a labda levegőbe. Redwine megfogja. Nevetségesen előre megy. Jaj, Filip, itt vesztettem el a türelmemet, és akkor itt már ment a kattintás az X-re. Többit azt később láttam csak, mikor már leiggattam. Az a baj, hogy a meccs jó rámutatott, hogy Philip Rivers most már egy szoborrá vált, és ebben egyébként vannak hasonló jelek Drew Brees-szel kapcsolatban, amit a korábbi hetekben elhangzott az ő esetében is, hogy ami már valami nem úgy néz ki, ahogy kellene, akkor már nem tudja aladobni. Rivers-szel kapcsolatban ilyen nem nagyon jön így a mainstream országos médiából, mert nem néznek annyi kolc meccset, gondolom, de az a baj, hogy Riversnél is így van. Tehát amint már nem az van, hogy megvetem a lábam, beleállok a paszba, és csúnya mozdulattal eldobom. Amennyiben ezt nem tudja megtenni, hanem bármi más, valaki jön, valaki előtte áll, vagy valami második gondolat így bejön a fejébe, hogy ez jobb lenne, nem dobja oda. Belejátszik nyilván, hogy Ashton Doolin van ott, aki meg így futja az útvonalat, meg Marcus Johnson, aki meg hát nem tudják, hogy ki az. Ilyen figurákkal kell együtt játszani, de hát ezzel együtt is ezek a labdák, ezek mehetnének akárkinek. Tehát ez a védőnek megy ez a labda. Ez kinek ellen sem fogná meg most már. Ezt láttuk tavaly is sajnos. Úgyhogy van, lesznek majd olyan meccsek, ahol ez visszaüt, lesznek olyanok, ahol nem érdekes, mert Jonathan Taylor fut majd mondjuk a labdával, nem lehetne inkább olyat? És akkor ez így elvisz bennünket egy aránylag jó mérleghez majd, amivel aztán mit érünk el? Nem tudom. A csoportmeccseket megnyerjük majd. Gondolom, akkor ez a terv. Nem lehetne, Filip, hogy akkor... Nem tudom, mit lehet vele csinálni, semmit. Tehát ő már ez a játékos, ebben nem lesz jobb. Legjobb védelmünk Justin Houstonnal a színeiben, soraiban. Megindul, megüti Mayfieldet, interception dob Anthony Walkernek. Hallod? Mi nem adjuk föl. Oda mentünk, megütötte Houston, és még egy labdaszerzés, hallod. Csak nem hagyjuk, hogy Rivers elsüllyesse teljes mértékben a hajót. 2 perc, 55 másodperc van hátra, ilyen Rodrigo szemüvegbe becsőrözi.
29-23-30, lehet megnyerjük ezt a meccset. Na jöjjenek a barnák, még egyszer elveszük tőlük bárhogy, vagy csak pánt, akkor még visszajöhetünk, még lehet megnyerjük. Futnak két first down-t, lemegy az óra. Ó, van, köszi. Amúgy sem érdemeltük volna meg. Bárki még berúg egy gólt, ami nem kapufás, és akkor így meleg készfogás. Amit akartam, elmondtam egy reverse kapcsán, és egyértelmű kerékkötője csapatunknak. Normális playeket hívunk aránylag a személyzettel. Nyilván nem vagyok elégedett, de hát most mit lehet csinálni, azért a kispad sehol nem hosszú, nálunk meg azért sokan hiányoznak. Hiltonon látszódik a frusztráltság, azért érdemes megnézni, hogy T.Y. Hilton még egész karrierje folyamatában, egész karrierje alatt nem játszott senkivel jól Andrew Luckon kívül, tehát még Hasselbeck, meg nem sorolom, Reversal bezárólag, senkivel nincs összhangba. Nope. Még Pro Bowl-on se. Aztán, igen, 12-es visszavonult. De a többiek meg az elkapósorban azok olyanok, amilyenek, hát most ezzel tudunk főzni. Rivers nem segít rajtuk, tehát Rivers annyit hoz ki belőlük, amennyi van, kevés, meg saját magából is. Úgyhogy ez így egy AFC élcsapat ellen, ez már nem elég. És hát nyilván az sem volt elég, hogy Ravenkral akarta volna megblokkolni sokszor, esetleg Gerettet, tehát itt most a Clevelandnek, amit kinézett a meccs előtt, hogy nekik áll a dolog, az nekik is állt, és abszolút le tudták hozni, úgy is, hogy a futójátékuk az nem igazán működött The Ernest Johnsonékkal, hanem csak a végén, de hát a végén kellett igazán. Úgyhogy vannak kétségek még afelől, hogy Mayfield tud-e normálisan játszani 60 percen keresztül, a minta alapján nem tud, de hát ez a kisebb baj, szerintem, tehát még mindig elcserélnénk azt a teljesítményt Riversre, nem kell? Bocsói? És akkor a mai fő téma, Cowboys kiszállt a Lombardiért folyó versenyből, Prescott idén már nem fog focizni. És persze Andy Dalton jelen van, egyik legjobb csereirányító a ligában. Oké. Okay. És akkor Andy Dalton már láttuk egyszer-kétszer NFL szinten, 9 évet lenyomott kezdőként. Jobb éveiben, amikor itt minden király volt körülötte, mind a játékhívás, mind a társak közül mindenki Pro Bowler volt, akkor bejutottak a rájátszásba egymás után sokszor, és egymás után sokszor kikaptak. Na most ezt a Cowboys-szal gond nélkül lett fogja tudni hozni Andy Dalton. Tehát most is jönnek még meccsek, én azt gondolom divízión belül is agyon tudják magukat nyerni. Ez a mostani állás vagy végeredmény alapján nem hinnéd, de egyébként miért ne. Tudom, sok mindenre nem kell jól állnia, kevesebb labdavesztés, aztán már is jobb esélyeik vannak. Tehát itt egy tisztességes alapszakasz mérleget bőven ki lehet hozni még ebből Andy Daltonnal, mondom még egyszer. Sokban egyébként nem marad el mondjuk a jelenleg kezdő irányító Teddy Bridgewaterhez képest, ugye. És akkor az a Cowboys ez megnyerheti a csoportját, bejuthat, és akkor ki fognak kapni. Mert ugye az extra az nincs meg. Itt ugye a csereirányítók kapcsán ugye van az a gondolat volt, hogy egy olyan csereirányító kell, aki egy biztos szintet tud hozni, és nem rontja el. Most ez Dalton, de hát ez arra való, hogyha bejön Prescott helyett, akkor nem rontja el, hanem megnyeritek a amúgy is győzésre álló meccset. Na most, hogyha be kell jönni hosszú távra, ugye, és a célod az a bajnoki cím, akkor viszont az a csereirányító hasznosabb, akinek ilyen kilengései vannak, hogy lehet, hogy Higfos lesz az egyik napon, a következő meg Elit. Ugye ez a Nick Foles eszmerendszer, hogy bejön, lehet elrontja, de lehet az, hogy bejön is, énekelnek az angyalok. Na most Daltonnál soha nem lesz ilyen. Tehát ő soha nem fog egy bizonyos szint fölé menni, amivel playoff meccseket nyersz egymás után sokszor. Mert ott azért az kell, főleg, hogyha megnézed a védelmet, hogy hát itt azért nem 10-6-ra fogsz nyerni. Na most akkor a Cowboysnak egy olyan idénye van hátra, ahol még lesznek pozitívumok, persze, de úgy fogunk rá visszatekinteni minden bizonnyal, hogy hát mi lett volna, ha Dak Prescott-tal végignyomják, aki egyébként nyilván szórta az egyéni csúcsokat, vagy legalábbis felszorzott egész idényre, akkor minden megdőlt volna az ő esetében, meg így franchise rekordok megdőlhettek volna általa. Igen, tehát ez a Cowboys ez most egy olyan támadó alakzat volt, aminek minden esélye megvolt erre. Daltonnal nagyon-nagyon beszűkültek a plafonjai ennek a csapatnak. És szerintem ez az, hogy bejutnak a rájátszásba, és akkor ott megköszönik, és hazamennek a következő körben. Ha nem akkor, akkor viszont a másodikban, mert Dalton már
hiába múlt el 30 éves, nem gondolom, hogy megváltozott, mint játékos attól, hogy a cserepadról megy be. Viszont azért nem féltem őket az alapszakaszba. Tehát azt még egyszer elmondom, hogy azért Andy Dalton jó játékosokkal biztos, hogy tud játszani kiemelkedő meccseket egyénileg, és akkor abban megjelennek majd dupla vég. Na de hogy volt ez a Giants elleni? Egy eleve felforgatott összeállításban volt a Cowboysnak a támadófala, de nem emiatt sérült meg Prescott még mielőtt, hanem az ugye saját döntése volt. Belement egy futójátékba, éppen egy úgy találkozott a védővel, hogy rosszul lépett, és bokájának annyi. De ez nem példa arra, hogy ó, a szaladgálós iránytól nem. Bármikor találkozott a védővel így, tehát ez nem menüpont arra, hogy hát látjátok ezek a zsebeket volna állni, ezt felejtsük el. És nem is azért, mert Tyler Biadasz volt a center, mert jó, mondjuk egyszer odadobta neki a labdát, amikor még számolt, de egyébként pass protectionben akár Steel, akár Knight, akár Biadasz, hiába voltak ők ott, nem nekik köszönhető az, hogy kis lesérült a franchise irányító, úgyhogy ez megint egy félremenő beszélgetésnek az eleje, ezeket csitítsuk el. Ez egy teljesen véletlenszerű sérülés volt. Na hát Evan Ingram futott touchdownjával, a Giants szerezte meg az első 6 pontos a meccsen. Jason Garrett szétkócsolta az agyát, tehát itt mondta, hogy visszatérünk, megmutatom, hogy ki itt a kreatív ember, ki az a Kellen Moore. És Evan Ingram bevitte a touchdownt futva, Giants tight end 350 éve nem csinált futott touchdown, éppen itt volt az ideje, úgyhogy ez az Garrett. A Cowboys és a labdaladások azok ugye kéz a kézbe járnak, legrosszabb turnover mutatójú csapat a ligában, és Kyler Fackler lett ennek a kedvezményezettje, hogy Prescott ilyen hányeveti módon nyomta oda Zeke kezébe a labdát, elpattan, Fackler megfogja, Giants edge player, sebesség megvan, átmegy az oldalvonal mellett 14-3. Szokás a szituáció a Cowboysnak, tehát ők nem nagyon tudnak előnyből játszani, mi az. Így, hogy már 2 labdabirtoklás mínusz, akkor most elkezdhetjük felvenni a fordulatszámot, gondolják ők, tehát minden a terv szerint alakul, ahogy azt szokták korábban. Jó, bevitte PixX, mindegy, jöhetünk vissza azonnal, tehát nincs ezzel probléma. Feljönnek azonnal, see you out. Cowboys első negyed, első félidő, szokásos nap az irodában, semmi nem sikerül, és az ellenfél kezd elhúzni. Láttunk már ezt a filmet. Hát nyilván ugye eközben ugye a Cowboys védelme ellen mindenki jobb játékosnak tűnik, mint korábban. Tehát értsd, Devonta Freeman, Darius Slayton, akár Daniel Jones-ra kivethethetjük, tehát így minden játékos, aki esetében így megkérdőjeleztük, hogy lesz-e még valaha touchdownja, így a Cowboys ellen egész potens játékosnak tűnik. Ez véletlen lenne? Na, nem gondolnám, úgyhogy itt a Cowboys védelemről, amit elmondtunk gyengeséget, itt az elején ugyanúgy minden meglátszódik. Aztán nekik vannak ilyen szériáik meccseken belül, amikor meg így ezt elfeledtetik, de alapvetően azért a képességbeli hiányokat azt azért nehéz hosszú távon elrejteni, és az elején abszolút nem sikerül. Tehát így összességében azért mindenki, mondom, jobban nézett ki a Giants támadósorból azok közül, akik így szenvedtek korábban, meg így a fontos emberek közül, talán Andrew Thomas leszámítva, aki meg ugye leftekülként, hát nem igazán találja még a helyét, és mindig enged nyomást. És ez olyan, hogyha meccsenként van 1-2, hát jó, hát olyan van, de neki sok van. Negyedenként van 1-2, az meg azért már fájdalmas. Talán az egyetlen ember a Cowboys védelméből, akit ki lehetett emelni, az Jalen Smith, aki most mindenhol megjelent ezen a mérkőzésen, és akár a screent visszanyomta a mínuszba, akár tekülforlósz, akár fontos megállítás harmadikra, negyedikre, pálya közepén is, és mindent bejátszott, tehát ez most egy olyan mérkőzése volt Jalen Smithnek, amit elvárnának tőle, hogy ennyi pénzért azért légy szíves, akkor többet, nem pedig az volt, hogy aki felé ment, az megfogta a labdát, mert még hogyha most meg is fogták mellette, azonnal leszerelte, és nem volt nagy előrehaladás, csak ilyen kis pici, és utána meg lehet csinálni a szerelést okosan. Graham Gano 55 yardos mezőny góllal jelentkezett, még a ligában, tavaly évet kiadta ugye, és Carolina-ba elküldték, itt jött, és 50 fölött bevágott mindent Gano. 17-3-ra vezetett már a Giants, nem is tudták szerintem, hogy ez most a Cowboys ellen ez jó jel, vagy rossz jel. Mit kellene ellenük csinálni, hogy ne ébresszék fel az alvó oroszlán? A Cowboysnál ismerik ezt, jó, hátrányban vagyunk majd, előbb-utóbb kijön a tudás különbség. És igen, nem kell beszarni, Zeke touchdownjával 10-17,
meg lesz ez. Cowboys Giants mérkőzésen vagyunk, tehát csak mi nyerhetünk, gondolják a kovbolyok, majd jönni fognak azok a touchdown. És ami még tudjátok, mi fog még mindenképp jönni? Daniel Jonesnak a védjegye, signature move, ez pedig a fumble a zsebbe. Nézi, mi legyen, mint a lepkéket a réten, már jönnek, már elveszik, kipattog, Anthony Brown visszaszaladt vele, hát ennyi volt a Giants előny. 17-17. Jaj, Daniel! Közvetítésben ugye mindig kérjek irányítóstat, valamennyi per valamennyi jó passz, yard, TD, int. Daniel Jonesnál már kiírták, hogy fumble, tehát ő már annyit veszít, hogy már ki kell írni ezt is, pedig eddig nem került be a lapra, de úgy döntöttek a közvetítésben, hogy azért van egy határ. Joe Judge, korábbi special team mester, egészen kiváló figurát hívott be csapatának. Illegal shift, szabálytalanság miatt aztán visszamegy, mert egy fake field goal-lal a holder, Riley Dixon, aki amúgy panter, dobott egy touchdown passzt, nem is annyira közelről. De hát sajnos Cameron Flemingnek volt egy illegal shift büntetése a fal bal oldalán, és így akkor azt mondták, hogy lekerülnek a pontok a tábláról, és marad a mezőnygól megint. Hát Cameron Fleming, amíg a Cowboys-ban játszott, addig nem volt ennyi haszna, mint ez most, hogy végül is nyertek vele 4 pontot nagyjából. És hát ezek a illegal shift büntetések, ezek megint olyanok, hogy sajnálod, mert nem múlik rajta semmi. Ha meg pusztán úgy vagy vele, hogy ó, engedjék a fiúkat játszani, akkor meg nyilván sajnálod semleges drukkerként. Lamp bevágja természetesen 20-17, de még hagynak időt, 45 másodperc. Az mire elég a Cowboysnak? Ó, 3 TD-re. Lambnek feldob 2-t, Prescott egyiket megfogja, másikat bravúrral megfogja, és még meg is ütik, szabálytalanul, precíz. Már ott vannak, hogy gólvonal. Hát ez az egy hatékony drill lesz, így kevesebb, mint egy perc alatt. És akkor beívják a Cowboys specialt. Prescott kiváló elkapott TD. Játszik a csapat. Kevés idő alatt csodálatos játékokkal végigmennek. Tehát ez a Cowboys offense, és hát ezt sajnos elveszi tőlünk a sors. Ezt továbbiában nem fogjuk tudni nézni. Mert hát Daltonnal ilyeneket persze be lehet hívni, de nem lesz ugyanaz a szint. Giants-et sikerül a következő akcióból pantra kényszeríteni. Fura ez, hogy a Giants-et kényszeríteni kell a pantra, hát általában ők pantolnak ők maguktól, de itt most egy olyan meccs van, hogy fej mellett is kényszeríteni kell őket a pantra. Megtörténik, fel is jönnek a Dallas-iak, hogy visszavigyék 12-en a labdát, és ezt a sporik észreveszik. Ajándék. Jön Gano, 100 yardon belülről az ő távolsága, be is vágja, 24-23. A Giants defense teljesen eszköztelen innentől kezdve a Cowboys megállítására, tehát még hogyha voltak is momentumaik az elején, ajándéklabda, láthatóan nem tudnak az ellenféle mit kezdeni. És akkor megsérül Prescott. Ez lehetőség mindenképpen a Giantsnek, hogyha pusztán ezt a mérkőzést nézzük, hogy hát ha majd, akkor Daltont jobban meg lehet zavarni, mert ő a zsebben nem olyan jó. Főleg, hogyha el kell indulni, de hát egyébként ugyanazoknak fogja passzolni a labdát Dalton is, és aránylag pontosnak számít, tehát olyan sokkal nincsenek előrébb, annyi, hogy Decknek az atletikusága az úgy kikerül a képletből. De cserébe jön az emocionális töltet a Cowboysnak, hogy megnyerjük Prescott-tér. Jó. CeeDee Lamb, a csapat első számú elkapója. Nem kell hozzá sok időt. Tehát Cooper, tudjuk, hogy az a játékos, aki képes mérkőzésekre eltűnni. Főleg Oaklandben voltak ilyenek, de az a Cowboysnál is vannak olyan találkozók, ahol így meglepődsz, hogy beöltöztették, meg ott volt a pofa viziten. Ez is olyan volt, hogy CeeDee Lamb viszont akármikor játszik, tudod, hogy játszik. De van nála labda. Tehát ő már ezt így kinőheti magát Lambnek a Lamb. Kinőheti magát Dalton kedvencévé. Ezen pontok alapján, hogyha ő lesz hozzá legközelebb, és csak így hozzá kell majd vágni. Úgyhogy én azt várom. Touchdown Zeke beviszi így ennek a szomorú drive-nak a végén. 23-31. És akkor hát azért jó mederben folyik ez a mérkőzés. A Cowboys kimenekül majd belőle, valahogy gondolják, aztán utána rá
rájönnek utána foglalkozni így a hosszú távú problémákkal. Cowboys védekezik. Tehát így a nagy sok hatás után elkezdenek védekezni is. Ami durva, hogy a Giants is. Mondjuk a Giantsnek ötödik volt a védelme forduló előtt. Nyilván tudni kell, hogy a védelemnek a rangsorban elfoglalt helye az azon múlik, hogy ki kell lejátszottál. És ez 17 meccs alapján is így van nagyjából, de hát akkor is. Giantsre nagyon sok rosszat lehet mondani, de a védelmük az nem szakadt össze eddig a pontig. Most viszont a Cowboys ellen már nagyon nehéz feladat elé állnak. Itt most azért fontos drive-okba kellene valami stopptáblát megmutatni, hogy már Dalton is ott van, akkor talán majd őt megállítják, és igen, eleinte ez sikerül. És közben támadni is tudnak. Így nagyon kicsit. Azért tudnak támadni, megtalálják a fogást azért a Cowboyson. Csak hát az a baj, hogy minden rohadt drive-ból mezőnygól jön. Mert az, hogy a világ végéről bevágja Gano, oké, nagyon király, de nem tudsz eljutni a 40-esen belülre egyrészt, ez probléma. Másrészt eljutsz a 20-asra nagyjából, és akkor már látod a célterületet szabad szemmel, és akkor is csak a mezőnygól jön. Ha mindegy, berúgják, tehát 26-31. Tehát egyértelmű, hogy meccset csinált ebből a Giants. Nem, nincs akkor a kiütés jellege ennek, mint sokan várták. Hello! Hanem itt azért végig kell rágni a körmödet. Dalton elfumblizza a snappet a 17 járos vonalon. Sajátjukon. Hát ezzel megint nem kalkulálsz. És ez is olyan, hogy hát bárkivel megeshetne, így liga szinten, de a Cowboys-szal megtörténik minden egyes fordulóban, hogy valami barom turnover van. Most egy snappet sikerül elfumblizni a Daltonnak. Na hát, megtörik akkor itt az átok, touchdown szerez a Giants közelről, Devonta Freeman beviszi. Nagy találat volt. Két pontos kísérlet, Andrew Thomas. Ha már blokkolásban nem tudja kivenni a részét, mint tekül, akkor elkapásban megteszi ezt. Nagyszerű figura, teljesen egyedül van a tekül, nyilvánvalóan ilyenkor az szokott történni. Daniel Joneshoz nem érnek oda, jó nagy kanya, jó nagy ívbe kanyarodik ki, ne jönjön oda senki, feldobja, a pufi fánknak megfogja, megvan a kettes. 34-31, a Giants vezet. Cowboysnak elmegy a szezonja? Még jobban elmegy? És az a baj, Dalton csak oldalra dob. Volt már ezzel problémája, tehát én is mondtam ilyen dolgokat annak idején, hogy lehet, hogy néha előrefele is kéne, de most megint az a kockázat kerülő Andy Dalton jön, amelyiket nem szeretjük, és nyilván ebben van edzői utasítás is, hogy adod a playmaker kezébe, majd ő megoldja, de hát Daltonnak nem kell kétszer mondani. És egy Giants is azért van ott egy védőkoordinátor, vannak ott rutinos védők, hát látják, hogy nem kell azért nagyon messzire menni, és hát ezeket azért könnyebb levédekezni, amikor tudod, hogy egy bizonyos szintig beszűkül a pálya. Valahogy azért elkaristolnak a mezőnygól távolságban, mert azért jó játékosoknak adja oda-oldalra a labdát. Tehát így is azért mennek, mendegélnek, de átütő erő az nincs. 34-34 kiegyenlít a Cowboys, de hát izgulós, izzadós, vérgőzös mérkőzés. Két perc van hátra. Csak mezőnygólt rúgsz, és megadod a lehetőséget Daniel Jonesnak, hogy game winner drive-ot vigyen. Na most Daniel Jones nagy nyomás alatt játszik, tehát azért jönnek rá, a saját fala nem erős, azért Everson Griffin néha megvillan, meg jönnek a blitzek is belőle, a Jaylenék, és hát Jones próbálja hosszabbítani a játékot, meg időt adni a csapattársainak, hogy elszakadjanak, tehát ő mindent megtesz, de nem tud eleget hosszabbítani, időt adni, meg improvizálni. Pont. Kis győztes drive. Kicsit kellett volna menni, meg végén Gano merrugja messziről, nem tudták megcsinálni, el kell rúgni a picsába. És akkor jöhet a Cowboys. Kevesebb, mint egy perc van, de viszont három időkéréssel még bírnak Daltonék. És hát a nagy sztárok közül az egy Gallup egész mérkőzésen csendes volt. Most két egészen brutál oldalvonal melletti elkapással még belábújhegyezi magát. És akkor így azzal elviszi a csapatát. Tehát Daltonnak csak az irányba kellene dobni, a többit megoldotta Gallup, és egyszer megcsinálja, jó, azt mondod, hogy impresszív, nem esetleg kétszer megcsinálja. Úgyhogy ott van a védő, szurkálja a szemét, fülébe belenyúl, de így is megfogja, és még belül van pont, ennyi múlott, hogy még kis zöld volt ott a lába mellett, bármilyen nehezítő tényezőt bemondasz, neki megfogja, tehát ki lehet kapcsolni itt Zeke-el, ott nem érdekel, hogy a futás, meg lehet, hogy Lamb éppen nem üres, Cooper, nem tudjuk hol van, Cedric Wilson,
De mindig valaki van, aki megjátszható. Ez lett Daltonnak a nagy reménye. És megfogja a labdát, csodálatosan galopp, könnyű mezőnygól, innentől kezdve az a két first down-nal. Igaz, a második labdát azt alul dobta a Dalton, tehát még ahhoz is igazodnia kellett galopnak, hogy valahogy ezért hozzájusson. Mindegy, fogható volt. És akkor Greg, 34 yardról, légy szíves, third line jön, bevágja, nyert a Cowboys. Csoport élére ugrottak ezzel. Szóval a jövőre tekintve mit jelent majd ez az egész, azt már elmondtam az elején. Giants-el kapcsolatban pedig, meg már régen mindegy, tehát ez a csapat, ez araszol az újabb kiváló draft cetli irányába. Sunday idézőjelben night football, mert a tök világos volt végig. És ez a Seattle nem szereti az ilyen főműsődős laza meccseket. Ők azt szeretik, hogy a borzasztó izgalmas végig, ha már itt tartunk, és hát mindent meg is tettek, tehát egy fél idő elemét adtak a Vikingsnak, hogy akkor fiúk, mi itt ezt így kihagynánk, és amennyi előnyt tudtok szerezni, annyit tudtok szerezni, és akkor majd jövünk. Tehát ez volt a Seattle-nek a hozzáállása. Lett Delvin Cook, az elején bevitte már 7-0, és Vikings védekezésben is felvette a versenyt egyértelműen. Tehát amikor Odenigból csinált egy szekket, akkor azzal meghalt a drive, pantolt a Seattle, futás ment nekik, nekik az a legfontosabb, menjen a Vikings futás. Viszont, hogyha egymás után kétszer is leszekkelik körköt, akkor vége van a drive-nak. Bailey belúgta 52-re, tehát ő is mutatta, hogy jó formában van. Eric Wilson szintén szekkel jelentkezett a névrokonán. Egyik főszereplője ennek az estének Eric Wilson, tehát megint pantra kényszerítették a Seattle, tehát úgy nézett ki nagyon sokáig, hogy minden úgy alakul, hogy a Minnesota szeretnék, hogy nem touchdownokkal fejezik be az akcióikat. Volt egy hatalmas negatív erőszerelés és Eric Wilsonnak, aki meg itt játszik ugye bár helyett, mint külső linebacker. James Lynch bevágott egy szekket ott Russell Wilsonnak. Gakue rögtön utána, tehát itt a védőfalból jöttek azok a villanások, amiket így vártunk a Minnesotától, hogy ahhoz, hogy sikeres csapat legyen, ahhoz kellenének, és nem csak a szupersztárokra kellene támaszkodni. És így a védelem ez össze, hát tudták dominálni a Seahawksnak a falát, ami azért már sokakkal előfordult, de ezúttal Wilson nem tudott kimenekülni. És ez volt a különbség, hogy amikor megérkezett a nyomás, akkor abból lett konkrétan negatív jardos játék. És ez ennyire egyszerű. Tehát, hogyha nem hagyják azt, hogy Wilson kimenjen, és utána alkosson a struktúrán kívül, akkor itt ez egy verhető csapat egy bizonyos pontig, csak utána meg majd ez megváltozik ez a tendencia. Eközben meg ugye a Vikings, amikor támadott, a futás oké, hogy megy, de egyébként Kirk a checkdownon kívül másban nem nagyon tudott beleállni, mert rá is megérkeztek. És amint kicsit tovább kellett volna időt biztosítani neki, vagy olyanba belenézni, ami nem teljesen egyértelmű és ott van előtte, azok viszont már nem ültek az ő esetében. Volt egy céltelenre dobott labdája mondjuk Eden Thielennek az első félidőben, amit meg Shaquille Griffin nagyszerűen levédekezett szokásától eltérően. És akkor így egy 49 járós mezőny volt, még beszerveztek, és 13-0-ra vezettek. Ez az első fél idő. Vikings féle megálmodott futball volt. Tehát egyrészt kordába tartották Russell Wilsont, nem tudott megjátszani senkit azok közül, akik ugye veszélyes fegyverei. Futójáték nem tudott lendületbe kerülni, mert nem is próbálkoztak vele, ez az új Seattle módi. Ellenben a Vikingsnál volt a labda sokat, labdabirtoklás, dominálás, és hát ezekkel azért pontokat is rakosgattak a táblára. Tehát így ment a játék. Na most meddig lehet ezt húzni a Seahawks-el? Sokáig. Kijön a Seahawks második fél időre, ott is harmadik és egy, Carson megkapja, és Eric Kendricks átmegy, lenyomja minuszba. Megint pántra kényszerítik az ellenfelet. Teljesen rendben volt ez a Vikings. Egyrészt felkészítésben is, meg most így teljesítményben is úgy nézett ki, hogy ők fel tudják venni a versenyt, és akármi meglepetést is tudnak okozni ezen a napon. Aztán Delvin Cook elment öltözni, mert az egyik futójátéknál, ugye itt a combjához kapott, és hát később azt mondták, hogy játékra alkalmas, visszamehetne a pályára, már nem ment vissza. Most addig azért Delvin Cook volt az, aki az offense-t jelentette lényegében egymaga, és persze, egy running backről beszélünk, akit Mattison csodálatosan tudna pótolni, ha kellene, és aztán kiderül, hogy ez tényleg így van. Azért így megrökönyödtek a Vikings-ok, hogy jaj, most mi lesz? Nem kellett volna, semmi baj legyen ettől.
valamiért mégis, Delvin Cook kiválása után kezdett a Seattle életjeleket mutatni, de nem kellene, hogy szoros összefüggés legyen. Ha csak nem fejbe, az meg aztán végképp probléma. Na hát akkor itt 13 pont előnyt adott a Seattle, és akkor azt mondták, hogy na, oké, kezdődjön a meccs. Mit szóltok? Tehát eddig csak szórakoztunk, most akkor mehet. És akkor Eric Wilson, szupersztárotok, mindent megcsinál. Már is megégették egy touchdown-nal, Will Disley indult el. Egy-egyben kellett volna védekezni vele. Titan gyorsabban mozgott. Russell odadobta neki. Már is touchdown, már is egyet le kell vonni Eric Wilsonnak a sikereiből. Ellenben Russell Wilsonnak egy plusz jelet, egy piros pontot tudsz berajzolni. Hopp, egy pontszerzés, már is egy W teklás a különbség. Itt ezen a ponton írtam föl, amikor a Vikings támadását néztem, hogy Drew Samia nem NFL kezdő szintű játékos. Ez már korábban is lehetett azért sejteni, de most így, hogy hosszabb, extenzív időben láttam őt, mondom, biztos, hogy nincs jobb. Ezt így kiírom magamnak, hogy erről beszélni kell. Ezt követően még két holdingot, meg még volt neki valami szabálytalansága, meg rengeteg embert átengedett. Fú, mondom. Nyilván úgy fog majd tűnni, hogy utólag marha okos vagyok, de esküszöm nektek, még a szabálytalankodásai előtt rámutattam, hogy ebből még lehet baj. Aztán rögtön utána holding. Ja, jó, gyorsan eszkalálódott. Tavaly előtti Oklahoma támadófalból valamiért úgy érezték a ligában, mindenkit draftolni kell. Jó. Ben Powers jobban bevált. Na aztán Tuck Rule parádé. Tudjátok, dobni akarok, de kijön a kezemből, aztán elöklözöm. Kirkhez bemutatta, Demontre Moore odaért hozzá, megütötte a könyökért, kijön a labda, és akkor már csak a mozdulat van, de a labda már nincs nála. 15-ösen elveszítik. Metcalf beviszi, Wilson ránéz, megdobja, gólvonal a környékén, simán átmegy. Na most Metcalf, tudjuk, hogy milyen felépítésű elkapó, na most ugye a Vikings cornerbackjei közül senki nem áll készen arra, hogy így harcoljon vele. Tehát még hogyha van is olyan, aki felveszi vele fizikumban a versenyt, az is általában veszi. Na most ezek a fiúk ezek nem vették fel a versenyt. És ezt nagyon sokáig elodázták, hogy ez kijöjjön, aztán a másik félben nagyon gyorsan kijött, hogy azért Metcalfet etetni kell, mert jönnek ilyen labdák, amiket 50-50-ben meg lehet fogni, az valószínűleg az övé lesz. Ha meg esetleg jobb százalékponttal megy felé, akkor meg biztos, hogy nem tudják majd kipeckálni tőle. Az első példa az meg is érkezett, és hát ezzel azonnal egyenlített, majd az extrával fordított is a Seahawks. Úgyhogy ez nagyon gyorsan melbevágta a Vikingeket. És akkor már jöttek a hírek, hogy a Kirk szétesett. Tehát itt jön az éjszaka, fejbe valami bekattan nála, és KJ Wright-nak dobott egy olyan interception-t, hogy hát úgy nézett ki, hogy neki akarja dobni. Persze tudjuk, ott szaladt a wide receiver mögötte, de hát KJ Wright, aki 6-4 magas, 190 fölött van, próbálta átlöbbölni valahogy Kirk fölötte, Wright így felnyúlt, és akkor így megfogta a labdát. Mint hogyha neki ment volna, csak kicsit pontatlanul a feje fölé. Két perc alatt kaphat 3 touchdown-t a Minnesota. Na most ezt Carson is tudja, Carson első playbe bemegy. 29 yardosról. 2 perc alatt 21 pontot kapnak. Nincs visszaút, Kirk, szétestél. Fene egye meg, hogy nem lehet normálisan játszani éjjel. Ez volt Kirknek nagyjából az utolsó nagy hibája, ezután már csak kisebb hibák jöttek, meg sok jó, sok kiváló megoldás Kirk részéről, úgyhogy nem kell kritizálni, kérem. You like that? Kirk is tudja, hogy fontos drive-nak az egyik legegyszerűbb megoldása, hogy csak Thielennek dobja a labdát. És igen, first down hátán, és majd aztán a gólvonalon is Adam Thielen megjelenik és beviszi. Azért az látszódott, hogy inkább őt kell keresni itt a célterület környékén, nem pedig mondjuk CJ Hammett, így ilyen 10-valahány yardos passzjátékra, mert ő nem Juszczyk. Tehát azért voltak olyan játékok felrajzolva, hogy csak így néztem, hogy CJ Hamm kiment, tight end per wide receiver helyére, mikor, hogy, és akkor ő rendesen útvonalat futott. Tehát CJ Hamm az tökéletes fullback, aki egy dolgot tud, hogy megcsinálja a helyet, aztán jön mögötte a csávó. Na most ehhez képest őt egészen másképpen használják, kreatívan, vagy mondhatjuk úgy, hogy rosszul. Tehát ezért voltak olyan play designok, amire azt mondod, hogy jó, hát ez valószínűleg nagy eséllyel touchdown, hogyha mondjuk Juszczyk van ott, de
Hát ő azért egy unikornisnak számít. CJ Hamnek meg pazarlás ilyeneket rárajzolni, rádobni, de hát sok esetben ugye nincs más, hogyha a formáció ezt diktálja, hogy úgy lehet megmozgatni a védelmet. Oké, értem, csak ő még nem ez a játékos. Na mindegy, gondolom Thielen ott volt, megfogta, neki az inkább ez a feladata, és ebben nagyon jó is volt. 19-21. Kettesre rámentek, nem sikerült. Egyenlíteni akartak, nyilván mindenki érti. Harmadik negyed vége felé vagyunk. Tyler Lockett játékra jelentkezik. Eddig is a pályán volt, csak valahogy a ballon nem jutott el az ő irányába. Most itt van, tehát ő is kiderül, hogy akár még találkozhatna is a játékszerrel. Üdvözlünk Tyler a mérkőzésre. David Moore célterületen eldroppol egy labdát, tehát ott benne hagytak egy csomó pontot, Seattle-iek. Nem lett volna könnyű, de azért fogható labda volt. És a következő playben meg Harrison Smith nyomás gyakorol Russell-re, és hát emiatt nincs meg a játék, elpantolják. Szoros végjáték? Hát az Kirknek a sajátja lesz. Ne legyünk rossz májúak, még simán vissza lehet jönni. Ezek az újonnan bekapcsolódó játékosok. Folytatódik a sor. Justin Jefferson. Ugye, az ember, aki kompetensé tette a Vikings támadó sort az elmúlt két hétben. Hát három negyedig felejtsd el. De aztán most itt van, tehát ő is mutat valamit, de egyébként így ilyen cameo jelleggel jön, fog egy labdát, látod, hogy na itt van, vigyázni kell rá, mert nagyon veszélyes, soha többet nem látod. Ellenben ugye Mattisonnal, aki meg bejön, nyilván ugye Kühlemre, Delvin Cookkal nincs különbség, csak 25-ös, 33-as, innen tudod, de egyébként ugyanolyan tökéletesen menetelnek előre Mattison futásaira építve is. Tehát, hogyha el tudod nyomni Puna Fordot, akkor teljesen mindegy, hogy Cook jön, vagy Mattison jön, meg lesz a first down. Yeah, tehát ezt azért lehetett tudni előre. Thielen visz még egy touchdown. 26-21. És utólag számolgatsz, ugye úgy jön ki, hogy 19-21-nél jön a touchdown. 6 pont. 25-21. 4 pont a különbség. Nos, 4 pontról Zimmer 5 pontra neveli a különbséget azzal, hogy Bailey-t állítja oda, tehát nagy esélye az megvan. Viszont 4 pont vagy 5 pontos különbség az lényegtelen szinte, hogy melyik. Tehát az, hogy 5 pont előnyed van, nem sokkal vagy előrébb. Kettesre rámentek volna, és megvan a 6 pont. Ugye? Akkor viszont továbbiakban, majd a végén jobb eséllyel lehettek volna győztesek, mert majd tudjuk, hogy mi történik. Tehát itt azért jegyezzük meg, hogy nem mentek rá a kettesre. Pedig, hogyha 6 pontra feljönnek, akkor az egy nagy lehetőség lett volna neki. Ha kimarad, kimarad, hát most Isten, 4 vagy 5 pont mondom, az nem nagyon számít. De az, hogy 5 vagy 6, vagy 4, közül nyilván a 6 az, ami nagyon sokat számít, mert utána még egy mezőnygóllal elmész két labda birtoklásra. És hát ez lenne a cél, hogy itt a vége játékban valahogy összetudsz kukázni 9 pont előnyt, akkor onnantól kezdve nagyon nyerő szituációban vagy. És hát a 9-hez könnyebben hozzájutsz akkor, hogyha 6-od van, nem pedig, hogyha 5-öd. Úgyhogy ezt így majd biztos, hogy a szemére fogják hányni. De nem hányják a szemére, mert Eric Wilson elveszi a labdát, aztán vége van a meccsnek. Fogja Eric Wilson egy swingből, egy Carson odaérkezik, olyan superstar linebacker, megfogja. Kíséri Carsont az oldalvonalon kívülre, tehát ő nem avatkozhat játékba ugye első emberként, hogyha visszajön, de hát nyilván bejössz, szabálytalankodsz, jobban jártok, mint az interception dob az embered, de nem, Carson nem tud játékba avatkozni, ehelyett Eric Wilson csodálatos munkát végezve kizárja őt a pályáról, és aztán lehúzza a labdát, amit neki szántak. Mondhatnánk, hogy 7 védője szavazáson is szóba kerülhetne, ha nem engedett volna touchdown-t. 50-esen vannak, Mattison fiam, ma hirtem már 25-ösön. Óriási megiramodás, az Vikings egy komolyan vehető csapat. Harmadik és 4 következik, kicsit előrébről. Látták múlt heti meccseket a tévébe. Cleveland Indianapolis. Ugye Odell Beckham miket csinált? Megvan. Endoroundból pusztított, alázott. Mi lesz ott a Odell Beckham? Adam Thielen érkezik meg. Futatunk el egy Endoroundot, brother. Tutti first down, touchdown. Na nézzük. Jön, elindul. Rosszul néz ki, még valahogy átbirkozza magát, na mégiscsak meg lesz. Kicsi hiányzik, néhány centi, negyedik és centi. Mi legyen? Hát figyelj, berúgjuk a mezőnygólt,
akkor 5 meg 3, 8 pont előnyünk lesz. Azt ki tudja egyenlíteni, Wilson? Hogyha megcsináljuk a first down-t, akkor nálunk marad a labda, megy az idő, lehet még pontokat is, megnyerjük a meccset. Oh, yes! Mi lett volna, ha már korábban rámentetek volna a kettesre? Most 6 pont előnyötök lenne, ha sikerült, tegyük fel, sikerült volna. 6 pont előnyötök lenne. Oda mennétek Baileyvel, berúgjátok, 9 pont. Vége. Akkor tietek a meccs, tegyük fel, berúgja. És akkor, itt most ez egy könnyű döntés lenne negyedik és centire, hogy oda megy, berúgja, szevasz, küzdjön a Seattle-t. Hogyha kettes nem sikerült volna, amire nyilván van esély, meg arra is lett volna esély, hogy az XP mellé megy, mindegy. Akkor 4 pont előnyöd van, és akkor ugyanúgy rá tudsz menni most még egyszer, ahogy akarsz, rúghatsz mezőink volt, de valószínűleg akkor se rúgtál volna. Hanem, hogyha 4 pont előnyöd van, mert nem sikerült a kettes, akkor is ugyanúgy rá tudsz menni erre a centire. És akkor, ha nem sikerül, akkor tök mindegy, mert Wilsonék jönnek, és 5 pont előnyt őrizgetni, vagy 4 pont előnyt őrizgetni, az ugyanaz, egy támadás van hátra. Negyedik és centin, menjünk rá, akkor hagyjon meg, azt mondják nekünk az analitikusok, gondolja Zimmer. CJ Ham egész meccsen kurva jó blokkolt, fullback. Megnyitották neki a területet, ment, kiszedte a linebacker, Bobby Wagnert, KJ Wright-ot, akit akarsz, nagy nevű linebackereket, eltakarított a francba, mögötte Mattison és Delvin Cook is, amit szerettél volna, mindent megoldott. Hát ebben a negyedik egy centibe CJ Ham nem tud előre menni fapatkát sem, simán visszanyomják futóval együtt, reménytelen az egész, izmozást megnyeri a Seahawks. És hát akkor marad ez az egy labda birtoklásnyi előny, de hát hogyha touchdown szerez a Seahawks, akkor veszít a Vikings. De a Seahawks utolsó percekben, utolsó drive-ban, utolsó play-en dönti majd el ezt is. Hát ez benne van a DNS-ben, úgy látszik. Na hát saját ötösön vannak. Seahawksiak. Egy időkérésük van, és 1 perc 56 másodperc. Ez azért ez olyan, hogy megoldható, de nem a legegyszerűbb. És hát mennek, de már aránylag gyorsan, negyedik és 10-re kényszerülnek még a saját térfelük közepén, tehát ott már megoldhatná ezt a Minnesota, hogy vége legyen. Hát Wilson, beláll egy 40 yardosba Metcalfnek, aki meg megfogja. Nagyon nehéz őt megtartani. Tehát az, hogy elindul az útvonalán, és hogy őt ott valahogy kikergetni, hogy pályán kívülre kerüljön, hogy ugye cornerbacknek ilyenkor ugye a sideline, az oldalvonal az segítség, nem Metcalf ellen, mert őt azért hiába noszolgatod, ő megfutja az útvonalát, ha tetszik, ha nem. És akkor Wilson feldobja neki, nyilván gyors, utolsó tudod érni, ajjajjajjaj, felmegy érte, megfogja. Cornerback világ végén. Esélytelen, hogy játék avatkozzon. Már amikor leérkezik a földre Metcalf, akkor érnek hozzá. Negyedik és 10-re, mondom, 40 jaros előre haladás, nagyjából nem pontosan. És akkor újra, első és 10, megnyugodhat mindenki, kifújják a levegőt, Seattle-ben főznek. És akkor ezzel az lazasággal látják, hogy már nehezén túl vagyunk, hogy ezt megoldottuk. Lackettnek egy first down, DK-nek még egy first down. Meg lesz ez már. Goal to go, tehát nem sok hiány van hátra. Mike Hughes, óriási védekezés. Tehát amit elmondtam, hogy Metcalf ellen nincs reményed, célterületen nála a labda, tehát már biztosítaná az elkapást. Mike Hughes rácsimpaszkodik, üti, vágja, valahogy kipattog a labda. És mutatják, hogy incomplete pass. Nem tudta befejezni a labdát Metcalf. Mi van? Meghiúsítottad? A szörnyetektől? Kipattintottad? Lehetséges emberek, a holdra léptünk. Na jó, mi legyen? Akkor egy fade. Metcalf felugrasz, leszeded, mit szólsz? Jó, teljesen reménytelen. Borzasztó dobás, rossz helyre megy. Köze nem volt az egésznek a sikerhez. Egyedik és gól. Egyszer levédekeztitek. Egyszer nem jó neki. Harmadszor rádobja Metcalfre Wilson? Rám! Megfogja. Kezében a labda, Anthony Harris próbálja még megzavarni az utolsó másodpercbe, de Metcalf ér le a festett területre, amit mi célterületnek hívunk, és kezében a labda, és porik mutatják, hogy Y, 6 pont megfordította a Seahawks. 95 yardot kellett menniük,
annyit is mentek. Túl sok a tehetség. Egyrészt Wilsonban, másrészt a körülötte lévőkben. 59 percig mondhatod, hogy jó, hát nagyjából jó, működtünk ellenük. Oké. De az utolsóban nem sikerült a Minnesotának még egy óriásit lépnie. Ezzel a rutintalan és szedett-vedett brigáddal, ami itt a secondaryt jellemezte. Ebben már sokan belebuktak, így viszont biztos, hogy jobban fáj. 15 másodperc még maradt, semmire nem elég, még ott őrültködött kicsit a Vikings, de tudták ők is, hogy ebből már nem lesz semmi. Úgyhogy nyert a Seahawks megint, továbbra is 100%-osak, és ugyan megint látszott az, hogy ha vannak is hullámvölgyek, hogyha vannak is gyenge teljesítmények, az nem azt jelenti, hogy a teljes mérkőzésre ez ki fog tartani. Amikor meg nagyon kellett, akkor egyrészt előléptek a szupersztárjaik, másrészt az ilyen agyeldobós turnovereket, amiket ott körben mutatott, nyilván meg fogják büntetni, mert akkor is, hogyha addig szenved az offense, úgyhogy ez ilyen nagy csapatok átka, hogy lehet, hogy azt hiszed, hogy éppen alszik, meg döglött, de amikor odaadod neki a labdát, akkor azt meg beviszik majd. Mert sokkal lendített volna a Vikingsnek az esélyein így a további rájátszással kapcsolatos álmokat illetően ez a győzés, mert ugye a Seahawks nem sokan sok fogják megverni. Így viszont ezzel a mérleggel már komoly bravúrok kellenek a továbbiakban. Ez is komoly bravúr lett volna, tehát benne van a csapatban. Csak hát most benne is maradt. Ez itt a szomorkás az ő szempontjukból. Romeo Crennel bácsi, minden idők legidősebb NFL vezetőedzője, beelőzte George Halast. És hát mindez túl, hogy egy dögudalmas első negyedet hoztak le a csapatok, semmi a világon nem történt. Az első dolog, amit viszont meg kellett jegyezni, az, hogy Minshew kilenkornak adott egy touchdown paszt. Nem hittem el, amikor így ment, hogy ez tényleg benn volt a lába. Megmutatták, benn volt. Úgyhogy egy zsebkendőnyi területre bajuszos kiválóan odadobta kilenkornak a labdát, úgyhogy Jacksonville vitte az első komolyabb ütést. De arra válaszolni tudott a Houston egy 44 gyaros Darren Fells touchdown-nal, tight end. Darren vagy Danny, volt Daniel Fells is, ő már visszavonult. Darren Fells, a kosaras, 44 gyaros touchdown pass. Nagyon-nagyon tartalékos volt a Jacksonville-nek a védekezése, nem játszott Josh Allen, a defensive end Josh Allen, nem játszott Miles Jack, nyilván ennél a TD-nél, amit láttatok ott Fells esetében, az ő hiánya az leginkább feltűnik. CJ Henderson sem hiányzott, tehát így mondhatjuk, hogy így a három egységben talán a legfontosabb emberei hiányoztak. És hát abból azért vannak ilyen csúnya dolgok, úgyhogy nem volt túlságosan meggyőző a Houston offense, de azért kihagyásokat büntetik. Laviska Shenault előlépett megint, következő drive-ot azt ráépítették, folyamatosan hozzájutották a labdát, és ezért mozgatta is a láncokat. Harmadik és góra viszont a screen már nem volt egy jó döntés neki, mert hárman álltak előtte, nem tudott átmenni, úgyhogy ott megakadt a Jacksonville. Ugye DJ Chark megint kidőlt, és hát most, hogy ő nincs, így mondhatni, hogy Chenault lett az a go-to guy, akit így elsősorban néz Minshew, hogyha baj van és valakihez hozzá kell vágni, akkor az legyen inkább Laviska, és hát ebben még nyilván lehet jövő. Chenaultnak a saját egyéni jövőit nézve, nem tudom, hogy Minshewval ez hosszú távon megmaradhat-e, de az látszódik, hogy elég gyorsan sikerült felvenni a ritmust, még hogyha itt a touchdown az el is maradt. Na mindegy, jó drive volt, 24 yard, jön Hauska, legújabb rúgójuk, aki már itt volt, csak sérült volt. Na, légy szíves, akkor Buffalo-ból elhozták, ugye, tavaly nagyon sokat hibázott Hauska 50-en túlról. Azt hiszem, 5-ből egyet rúgott be, és ezért mondták azt, hogy akkor jöjjön Tyler Bass. Hauskát idehozták, hát jó, hát messziről nem megy, hát ez 24 yard. Jön mellé. 24-ről. Kösz Tyler! Jó, van akkor. Ez a következő Wonderject. Elérhető. 34 másodperc van még. Saját térfélen mélyen a Houston. De hát úgy vannak vele, hogy azért nem túl nagy a különbség. Még beleállunk valamiben, hát ha nekik is még összejön a pontszerzés. És hát egy ilyen döglött kacsa jön ki Deshaun Watson kezéből, de aztán jobban megnézed, akkor hozzáért valaki a falból, és hát ennek köszönhetően tud Sidney Jones rávetődni, aki meg ugye a Jacksonville nemrégen claimölt cornerbackje. Jön,
megfogja nagy nehezen, éppen a föld alól még összekaparja, újra lehetőség a Jacksonville-nek. Na, megválthatod magad, Steven. Jön Hauska. Kevés másodperc van hátra, tehát a testben az nem túlságosan valószínű, nem is történik komolyabb dolog, egy mezőnk. Hauska, légy szíves, akkor javítsd a hibád. 24-ről nem ment, 49-ről meg majd bemegy. Milyen hülyeség ez? Nem megy be. Onnan sem rúgja be. Sokáig megbízható rúgó volt. Ma már csak egy a sok közül. 10-7 az állás, tehát nem lett volna egyértelmű. A másik félidő indul. Josh Jones. Van egy ilyen safety. Jacksonville-be akárki játszik, be kell mutatnom előtte, hogy ő ki az, honnan jött, milyen virágot szeret. És akkor ő jön, Josh Jones, második legtöbb szerelése volt a csapatban, ami mondjuk abszolút nem jelent semmit, hogy hány szerelése van, fantasy számít. Jön, és akkor egy sisak a sisaknak szereléssel megy is, kiáll a mérkőzésből Josh Jones. Jó, hogy jöttél, Will Fullert találta el, teljesen egyértelmű a szabálytalanság, még jobban fokhíjasabbá válik Jaguároknak a passzvédekezése, hát ez nem a legjobb előjel. Deshaun Watson fel is néz, David Johnson megindul a backfieldről, és célterületen várja a labdát, hogy a futójátékos, akinek jó keze van, túldobja Watson, pontatlan a labda. Társadalán lehetett volna, hatost benne hagyott, mert David Johnson abszolút megjátható volt. Viszont Watson nem tudott normális labdát kiszolgálni. Hát akkor nézzük meg ezt a rúgót, jön Imi, berúgja 13-7, mert ez a különbség, lehet a rúgók közti különbség, de elgondolkodom, hogy lehetséges, hogy most egy olyan mérkőzést fogunk látni, ahol a Houston defense normálisan fogja lehozni az egész 60 percet? Erre feltendál a dolog, hogy itt egész értelmes megmozdulások vannak. Még ugye szek is van, ugye Mercilus odaér, sőt, pontokat se kaptak még annyit még ebben, bármi benne lehet, hogy akkor most kellene a bácsival, más lesz. Mindenesetre kivérekezik a következő támadást is, jön Deshaun Watson, aki meg így double coverage-be bedob egy interception-t. És nagy visszahordás Jared Wilson-tól, nemrégiben aktivált korábbi sérült listás játékos, visszaviszi a 28-asig. Houstoni 28-asig visszaszalad vele. Hát ennyit akkor arról, hogy a Houston defense majd ezt lehozza ezt a mérkőzést, mert onnan azért nehéz nem pontokat kapni. De hát akkor nincs más, hát saját teljesítményükre kell koncentrálni, ugye? És megteszik. Justin Reed. Üres pályás tackle, open field tackle, külföldiül. Tyler Eifert elindul, aki még nagyon nagy, nagyon erős, aránylag atletikus volt régen. Harmadik és kettőre megvan. Jön egy safety szembe, azért sok esetben azt látod, hogy ezt a párharcot a tight endnek kell nyerni. Justin Reed egészen csodálatos szereléssel megállítja őt. És hát egyoros előrehaladást beírnak, de azt bármikor elfogadod. Egészen kiváló védő megozdulás volt, az ilyeneket hiányoltuk a Texans-tól. Nem baj, Meron rámegy. Wildcat megoldással Minshew kimozog az oldalra, Justin Robinson. De James Robinson kapja a labdát. Futójátékosuk elindul, és akkor már gondolkodsz, hogy most akkor mi lesz, tehát passzjátékba áll bele a running back, vagy egy ilyen jump pass, ugye Derrick Henry féle, Baltimore ellen megvan, vagy csak Whitecatből átveszi, aztán szalad majd vele a running back. Most egy ilyen összfér megoldásnak tűnik ez nekem, mert hát abszolút nem tudnak megblokkolni senkit, mert ugye ilyenkor, hogyha egy Wildcatbe behívsz egy játékot a running backnek, akkor az azért jó, mert 10-en blokkolnak egynek. Hogyha irányító adja a futónak, akkor 9-en blokkolnak egynek, mert ugye az irányító az nem blokkol. De most nem ez van, hanem látszólag valami passzjáték féleség is lehetne ebből, de aztán senki nem sikerül kiszedni azok közül, akik jönnek a védő közül, Tyrell Adams nevű houstoni 50-es száma. Simán átjön, James Robinson nem érti, hát arról volt szó, hogy ő itt simán át tud majd menni, ehelyett már azon kell gondolkodni, hogy most eldobjam, ne dobjam, fussak vele, és hát ő nem szokott hozzá, hogy ilyen nehéz döntéseket meg kell hoznia. Elpattog a labda a kezéből, ráfekszenek, de hát már mindegy, hiába próbálják ide-oda ütögetni. Negyedik és egyre yardveszteség történik. Nem tudom, hogy ezt fumble-nek írták-e nap végén, vagy csak turnover on downs, mert Houston ugye nem szerez labdát. Aztán lehet, hogy egy szánalomból beírták, hogy fumble, aztán van egy labdaszerzésünk, főnök.
De egyébként Turnover on Downs valójában, hogyha nem dobta el volna Robinson azért, hogy hát ha valaki olyan fekszik rá, negyedikre egyébként nem feküdhet rá más, akkor meg valójában nem volt ez a nagy fegyvertény, de maga a védekezés az király volt, vagy hát rossz volt a blokk, de ki tudták használni. Úgyhogy Houstonnak megvan a momentum, tehát kivérekezték annak ellenére, hogy Watson labdavesztéséből ebből még nagy bajok is lehettek volna. Will Fuller jól játszott aránylag, Brandon Cooks még jobban játszott, tehát a legjobb meccset lejött a Texans mezében, tudni kell ellenfelet választani, tisztában vagyok vele, Chris Clay Brooks érkezett az őrizetébe, hát ez nem nagyon sikerül. Watson az üres embert eltalálja, tehát itt ezekre a fiúkra építve azért haladgat az offense, Will Fuller szerez egy touchdown-t. Láttam az NFL.com-os összefoglalóban nem került bele ez a játék, tehát mégiscsak pontszerző játék, 19 jár, az nem olyan hosszú, el tudjátok képzelni, ne? Will Fuller megfogja a gólvonalon, kicsit fekszik, nem érnek hozzá, begurul. Tehát így volt, és akkor ez Houston ez egy nagy lépést tett a győzelem felé, hogy egy ilyen épületes drive-ot összeraktak, nyilván Watson nem esett szét az interception után, és akkor Cooksra, Fullerre építve azért látszik, hogy ez az offense ez most ezen a napon ez bőven elég lehet. 27-nél már azért sürgős a Jacksonville-nek, Minshew bele is áll egy hosszanti átadásba, Chris Conley nagyon nagyokat tud lépni, ugye, nagyon gyors, jó fizikuma van, lehagyja a védőjét, tehát már csak a célterület van előtte, de alul dobja őt Minshew, és hát ez probléma az ő esetében, mert tudjuk az ő limitációit, hogy ez egy karerőben ott van liga alján, Gardner, és persze lendületből beleáll, csodálatos 44 jaros előhaladás, azt általában elfogadod, de ez lehetett volna 50 jaros TD. Hát igen, Conley azért megfogja, lejön vele nyilván, csak azért erre mondják azt, hogy majd a top tehetség, hogyha jön, akkor ezekből touchdown lesz, neki meg lesz más baja. És a pálya legtöbb részén ez azért nem probléma, hogy Minshew nem a legerősebb, de itt most azért látszódott. Ennyi az, ami hiányzik belőle, semmi más. Néha sokat dajkálja, jó, hát szereti a labdát. Colin Johnsonnal akarnak mindenáron touchdown csináltatni, ki az? Texasi UDFA elkapó, tehát és Texas Longhorns korábbi játékosa. Nagyon jó hírek jöttek róla az edzőtáborba, mindenkiről, de az még nagyon sokat olvastam erről, hogy Colin Johnson milyen fontos lesz. Hát itt a sérülések miatt került pályára. De inkább ő, mint egy Didi Westbrook, aki meg inaktív volt, tehát ez is azért mutat valamit. Elsőre nem sikerül neki, de addig-addig szórakoznak, negyedik kísérletre is bele kell állni, és végül is megkapja Colin Johnson az első touchdownját, Minshew nagyon szépen mozgott el, meghosszabbította, és mozgásból fellöbbölte neki. Óriási zsugás Minshew, tehát itt, amikor már összeomlik minden, és neked kell, és még meg kell hosszabbítani, hogy még adj lehetőséget neki, még egy másodpercet, meg még egy yardot hadd szakadjon el. Jó lesz jövőre, amikor ledraftolja a Jacksonville XY-t az elején, és akkor Minshew-t elbocsátják, ő pedig majd bosszúból aláír a divízió rivális Indianapolishoz, jöhet hozzánk. Más úgy sem tudunk csinálni, mert 15-nek fogunk választani Rivers-szel. Nem rottyan össze a Houston, ők is tudnak haladni, Cooks-ra továbbra sincs megoldás, úgyhogy valahogy még egy mezőnygólig elmennek. Imi, légy szíves, jön, belúgja 23-14, tehát megvan a mágikus 4-4-es 9 pontos különbség, ami két labdabirtoklás, 7,5 perc, tehát a nagy baj nincsen. Minshew elveszít egy fumble-t. Jacob Martin üti ki a kezéből, pattog a labda, Mercer-t összeszedi, ő kezéből is kiütik Tyler Eifert, óriásit odaver neki, nem fél a kontaktól Tyler Eifert, miért is félne. Megint elpattog a labda, de végül is a Houstoniak szedik össze. Tehát itt van, hogy mínusz 9 és még labdavesztés is a Jacksonville-nek, innen már nem lesz visszaút, drágáim, főleg, hogyha ezt be is viszik. Már pedig ez van, Brandon Cooks megjátszható, elsasztézik ott az emberek között, 30-14. Köszönjük a mérkőzést, köszönjük a részvételt. Minshew-nak a nap végén azért egyéni statisztikáikban lehet mondani, hogy nem volt ez annyira rossz, a liga közepe volt. Vereség az vereség, tehát újabb koporsóba ütött szög. Meronnak is Houston beelőzi a Jacksonville-t a csoportban, hogy az egymás elleni mérleg miatt. És hát most azért megjött a kedv az edző kirúgására, hogy a másodikat rúgták ki rövid idő alatt, mert onnak sem kedveznek ezek a menüpontok. Most egy ugyanon kinevezett Romeo bácsi ellen veszített. Tudják, hogy egy kevés már a botlási lehetőség.
És persze lehet mondani, hogy jó, hát a Jacksonville ahhoz képest, hogy... Nyilván ezt lehet mondani, hogy ahhoz képest, hogy hol tartanak ők, de ez még nem fogja őket megmenteni. És hát nem csak Meron szalad a busszal a szakadék felé, hanem Minshew is, úgy néz ki, sajnos. És akkor nincs más lehetőség, majd el kell jönnie hozzánk. Hát ez egy ilyen rövidebb kezdése volt a hétnek, hogy csak 4 meccset szedtem előre, de hát még annyi minden áll előttünk, ugye, ma is, meg holnap is, reméljük lesz meccs. És akkor holnap 5 újabb párosításnak jön a túlreagálása, nem mondom el, hogy melyikeknek, az utána lévő maradék 4-ről, meg akkor következő napokban értelemszerűen. Köszönöm szépen a figyelmet nektek, és minden egyebet akkor majd a továbbiakban. Amennyiben meccsekről bármilyen jellegű komment, vagy bármilyen más témában van, várom, és akkor megbeszéljük majd. További jó meccsnézést akkor az éjszakára, mert lesz megint. Sziasztok!